csak egy régi álmot, várom ki benne áll. Álom arcú lány, értem, ha szólal bennem, érzem, ha megérint. Álom arcú lány, mindig gondolj rám. Átkarol, ha csak kérem, és nézem, érti, hogy miért is vár. Álom arcú lány, mindig gondolj rám. Szép napot kívánok mindenkinek. Hát nehéz megszólalni. Vendégem a stúdióban Keszthelyi Gyöngyvér. Üdvözlöm. Tamás fél éve nincs velünk, pont ma fél éves évforduló vagy forduló van. Tehát én, akit médián keresztül ismertem őt, vagy ő zenét szerettem, nekem nehéz. Te amikor ezeket nézed, gondolom sokszor szoktál nézni, ilyen, mert belebotlik az ember akarva akaratlanul, akkor belülről mi jön elő? Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz őt meghallgatni még, és nézni, akár még képeken is. Inkább beszélgetni szoktunk róla, tehát azt könnyebb, és nagyon sok vicces történet kötődik hozzá családon belül is, és inkább ezeket szoktuk feleleveníteni, mert az úgy olyan jobb érzés, tehát így képeken, meg videón még nem. Tehát most így néztem, és nagyon felkavaró. Igen? Nagyon, nagyon. Nem néztél azóta, nem? Hát belefutottunk, nem egyszer, nem kétszer, az ember hallja rádióban, tévében, de én úgy, hogy bekapcsoljam, nagyon, még nem. Nem, nehéz, nagyon. Amikor Lili lányotok megszületett, igen. És sok zenész, művész embert láttam, nagyon bohol, éli a nagyvilági életet, és amikor megszületik a leánygyermeke, akkor megváltozik egy picit. Tamás nem hitte el, hogy a Lili lány lesz, és mi igazából először fiú nevet választottunk neki, Hugo lett volna. Hugo? Igen, Somló Hugo szerintem nagyon vicces, és aha, nagyon klappolt együtt, tehát ez itt tetszett nekünk, és végül ő választotta a lány nevet, és nagyon sokáig nem hitte el, hogy lány, nagyon sokáig, és annyira boldog volt tőle, és annyira töltötte őt, és egészen felfrissült, tehát őt tehát valami másik énje jött elő, nagyon, nem? Nagyon megfiatalította az, hogy a Lili született, és rajongásig szerette. Azért lehet nehéz neki, amikor megtudta, hogy már út vége felé tart. Nehéz itt hagyni az imádott lányát, a párját, de a lány az saját lány, az teljesen más történet. Meg a fiait is, tehát a Tomi nagyon kötődött a gyerekeihez, tehát persze a Lilivel együtt élt az utolsó pillanatig, de a fiúk is ugyanúgy szerepet játszottak az életében, és fontosak voltak neki. Igazából mi ezt 2012-ben tudtuk meg. Akkor tudtuk meg, hogy baj van, és akkor keveset is mondtak az orvosok, pár hónapot. Én akkor a Lilinek elmondtam, és azt mondtam neki, hogy ez van, ezt mondták, és innentől kezdve a te döntésed, hogy mit és hogyan apáddal, és... De mit mond ilyenkor egy akkor mondjuk 10-11 éves gyerek? 12 éves. Lili.
kicsi volt, de ő mindig valahogy egy kicsit a kora előtt szaladt, és komolyabb volt, és valahogy értelmesebb, mint a kortársai, és meg lehetett ezt vele beszélni, és joga volt tudni. Én azt éreztem, persze, hogy tudnia kell, és azt az időt, ami hátra van, azt okosan kihasználni, és okosan együtt tölteni, és értékesen. És a Lili ebben abszolút partner volt, és megértette ezt. És gondolom, a hármatok közötti lelki intimitás attól milliószorossá nőtt. Igen, mert innentől kezdve tudatosan figyeltünk. Tehát, hogy a Tomi, aki addig, ő mindig nagyon laza volt, és ezután is, és az, hogy ő nem törődöm, vagy ez nem igaz, ő nem törődöm volt, hanem egyszerűen volt egy burok körülötte, és abban hagyta, vagy hagyta be szűrődni a dolgokat, vagy kizárta. És ettől ő annyira harmóniában volt magával és a világgal, hogy azt lehetett látni, hogy egy végtelen nyugalom van rajta. És nagyon, nagyon, pontosan így viselte a betegséget is, és pontosan ezért tudott rácáfolni az orvosi jóslatokra is, előrejelzésekre is a pár hónapra, hiszen abból évek lettek. És igazából ő ezt valahogy annyira belülről jövően jól csinálta, annyira árad belőle ez a nyugalom, hogy jó volt a társaságában lenni. Tehát az ember nem tudta pontosan, hogy mitől jó, de jó volt. Tehát, hogy annyira pozitív, kedves ember volt, ő soha nem mondott rosszat senkit. Hát a személyiségében benne van ez a komolyan veszem nagyon, de mégse veszek komolyan az életet, tehát aki artistának tanul, dalszerző, zeneszerző, de mellett elvégzi a jogász képzőt, tehát egyetemre jár. Nagyon tájékozott, nagyon okos ember volt, akármilyen téma merült fel, akár rögtön évszámok, ez és ez, tehát annyira képben volt, és ami az ő igazából az ő különlegessége az volt, hogy nagyon rugalmas volt. Tehát, hogy nyitott és rugalmas, elfogadó ember volt, ez a mai világban nem jellemző. Igen. Még a fiatalok körében sem. Tehát igazából ezt tartotta őt frissen és fiatalon, ez a szemlélet. Amikor ilyen tragédia történik, utána, ahogy megy az idő és a fél év telt el, tehát az emlékek közül szelektálódnak és megmaradnak bizonyos, amire talán előtte nem is gondolt az ember, kis apró momentumok, amelyek mindig ott vannak hátul valahol. Uh-huh. Milyen az a momentum, ami ti kettőtök kapcsolatát, vagy a Tamárt jellemezte? Hát igazából ez egy nagyon-nagyon nehéz teher ezt cipelni. Nagyon sok fájdalom van benne, főleg az utolsó hónapokban, és nyilván egy ilyet nem lehet eldönteni, hogy én ezt most leteszem, de egyszerűen azt érzem az utóbbi időben, hogy a helyére kerülnek a polcra ezek a dolgok, és nem lehet minden nap ennyire fájnia. És ami igazán megmaradt, és ami annyira Tomi, és annyira az tényleg az volt, amikor pár nappal mielőtt elaludt, már nem kommunikált nagyon velünk, megfogta a kezem és megcsókolta. De minden benne van. Minden. Itt amikor beszélgettem egyik kollégámmal, hogy veled fog beszélgetni, és azt mondja, hogy annyira emlékszik, hogy ő is zenél, és azt mondja, hogy Gödörbe vagy hol játszottak, és ti, ha mentetek oda, akkor mindig sokszor vállán ültél, vagy hátán loktál. Tehát ez is jelképezi a kapcsolatnak a mélységét, vagy játékosságát. Igen, hát ő egy vicces. Nagyon vicces, ember igen. Volt. Igen. Hát
meg nehéz elvonatkoztatni az artista múltjától, tehát ez neki nem volt egy különösebb, ő Unterman volt, tehát az ő vállán álltak a lányok, amikor ő artista volt, és onnan ugráltak, tehát az, hogy én a vállán ültem, vagy a nyakában ültem, az igazából szerintem örült, hogy csak egy. De gondolom a Lili is azért otthon, az apa ilyeneket tud, tehát gondolom ez játékban mindenben benne volt. Igen. Ez a plusz valami. Igen. A Lili is járt artista képzőmbe egyébként. Igen? Igen, és nagyon ügyes volt. A Tomi oda hazament persze, és nagyon klassz dolgok. Tehát az ilyen nagyon jó időszak volt, és nagyon jó élmény volt. Sajnos az iskola, tehát ez nem úgy az artista képző volt, ahol az artisták járnak, hanem ez egy ilyen délutáni külön óra volt, és nagyon-nagyon klassz volt. Tehát Tomi egészen átszellemült ott mindig. Lili, hogy dolgozza fel ezt? Nehéz lehet neki. Nagyon. Nagyon nehéz, ugye? Mert... Azon gondolkodtam, hogy neki azért is nehéz, mert megtapasztalta a csodát. Igen. Abszolút. Ő volt a legközelebb ehhez, és ő kapott a legkevesebbet belőle. Akárhogy is nézzük, a családból neki jutott a legkevesebb belőle. De közben meg benne is van. Tehát én látom benne a... De az is lehet, ő kapott legtöbbet, intenzitását, ha nézzük. Tehát itt... Abszolút. Ugye? Igen, mert mi pontosan így ezért döntöttünk így, hogy mi... Tehát én sosem szakítottam el a Lilit az apjától, és mi sosem költöztünk külön, és éppen ezért, tehát ez nekünk nagyon fontos volt, hogy a Lili vele is, és velem is ugyanúgy legyen, és igazából a gyerekei mind elszakadtak tőle, a fiúk 6-7 éves korában, és ez neki nagyon fájt, nagyon hiányoztak neki, ő nagyon családcentrikus ember volt, nagyon, nagyon gondoskodó, odaadó, figyelmes, aki egy olyan igazi kis tyúkanyó, aki a gyerekek köré tett mindent, csinálta a szendvicseket, csomagolta az uzsonnát, tehát ő annyira a család magja volt ezáltal, hogy talán ez, tehát az ő hiánya azért annyira kézzelfogható, mert nagyon tevékeny is volt, és ő abszolút részt vett a dolgokban, a Lilit minden nap ő vitte iskolába. De egy ilyen típusú művészembernél, vagy előadó művész, ha nézzük, akkor soha nincs vége azzal, hogy elaludt és már nem ébred fel, hanem az mindig levegőben van emberek. Gondolom, te is belebotlasz, hogy emlékeznek, éneklik a dalait, nem csak a versenyen vagy persze. A tehetségkutatókon, hanem úgy buliukban, itt-ott-ott, tehát ez egy állandó jelenlét. Meg igazából ez egy olyan kettős dolog, hogy annyira a hétköznapokban is annyira klassz ember volt, és annyira jó ember volt, hogy meg amit letett zeneileg. Hát ennyi. Hogy ez ettől olyan nagy hiányok vannak mindenhol. Tehát, hogy ő tényleg, igen, tehát ahogy mondod, hogy hallja az ember, meg jó érzés, és De még én ezt, én még hát, az őt érzem. Nézd, ő szerintem évszázadokig velünk marad. Én biztos vagyok benne. Igen. És ez az űr, amit hagyott maga után, az mutatja, hogy mekkora értéket veszítettük el. Pontosan. Hát köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Sok erőt neked. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.